November 21-én életének 82. évében meghalt Mésző Kálmán. A Vasas 61-szeres válogatott legendás középhátvédje, világ és Európa válogatott labdarúgó, valamint a magyar válogatott egykori szövetségi kapitánya. Magyarország és a világ labdarúgásának meghatározó alakja pótolhatatlan űrt hagyott maga után. A Szőke Sziklától játékosai és rajongói búcsúztak. Mésző Kálmán 1959-ben szerződött a Vasas labdarúgó csapatához, amelyhez egész játékos pályafutása során hűséges maradt. 279 NB1-es mérkőzésen 32-szer talált a kapuba. 4 bajnoki cím mellett 4-szer a közép-európai kupát is megnyerte az angyalföldi együttessel. A klasszis középhátvéd, becenevén a Szőke Szikla, 1961-ben mutatkozott be a magyar válogatottban, amelyben 61 találkozón szerepelt. Tagja volt az 1962-es és az 1966-os világbajnokságon szereplő csapatnak, közben az 1964-es együttessel Európa-bajnoki bronzérmet nyert. Sőt, 2 alkalommal még a világválogatottban is pályára lépett. Visszavonulása után edzőként is nagyszerű sikereket ért el. Itthon a Ganz Mávag, a budafoki MTE, a Békés Csaba és a Vasas csapatát irányította, míg külföldön, Törökországban, Cipruson és Szaúd-Arábiában is dolgozott. 61 alkalommal, köztük az 1982-es VB idején irányította a magyar válogatottat. Ő az egyetlen a magyar labdarúgás történetében, aki játékosként és szövetségi kapitányként is részt vehetett világbajnokságon. A Vasas és a magyar válogatott korábbi játékosa, Kis László, rengeteget köszönhet egykori edzőjének. Van bennük minden edzőben egy olyan fajta dolog, hogy szeretné, hogyha szerepedezne valakit, valami a játékot. És azt hiszem, hogy a Kálmán életében én voltam az a személy, aki ezt megtette, és aki ezt meg is hálálta a bizonyos értelemben. Egy szupaszív ember volt. Tehát ő például, mint szövetségi kapitány, nem azt a válogatottat küldte pályára, akik a szakmailag indokolt lett volna, hanem azt a csapatot küldte pályára, aki a legnépszerűbb volt, illetve szerinte, aki a legjobban tudott futballozni egyénileg, és az egyének összessége adta össze a taktikát, és az adta össze magát a csapatot. A Szőke Sziklát az egész ország gyászolja. Magyarország miniszterelnöke Orbán Viktor egy közös képpel búcsúzott, míg a 108-szoros válogatott Király Gábor a következő szavakkal méltatta a klasszis középhátvédet. Elhivatottságod, szenvedélyed, példa minden sportoló előtt. A Ferencvárosi Tornaklub pedig egy megható képpel búcsúzott a legendától, amelyen Mésző Kálmán Albert Flóriánnal együtt látható. Búcsunkat Mésző Kálmán ikonikus beszédének részletével zárjuk, melyet a 2018-as év sportolója gálán mondott, miután megkapta az MLS életműdíját. De én csak azt tudnám mondani, mert itt az elég sok fiatal embert látok, hogy gyerekek, lehet, hogy most már több valamivel a dohány, de a szívetek meg a lelketek az kevés, ha csak azt teszitek oda ki, és nagyon-nagyon jó lenne újra oda följutni egy kicsit. És ekkor a közönség előtt köszönni a közönségnek azt a szeretetet, amiben engem részesítettek, és amit sose tudom elfelejteni. Mésző Kálmán 81 éves volt.